az jó kiugratás, ott a helyzet, és a vezetés is. 1-0 a 8. percben, de csak másodpercekig, mert minek kimondom, már emeli az asszisztens a zászlaját, úgyhogy Szendrei gólja érvénytelen. Ez is les volt. Na nézzük. Így van. Szabóval és a Kecskeméttel, ahogy mondta, felnéz Szabó István eddig letett munkájára, és a csapattal nyújtott teljesítményére. Az egy jó kiugratás. Horváth lövi el, Megyeri védi könnyedén. Kusnyír hátra. Óriásit kapott Szűcstől, de megy tovább, és ott volt a helyzet Bódi előtt. Lakator. Hosszan előre, az tökéletes labda a Kusnyírnak. Kusnyír szép a Cselis Leoni mellett. Kusnyír keresi a lövőhelyzetet, meg a társat, és amikor megtalálja Szécsit, akkor Szécsi gyakorlatilag eltöri a labdát. Horváth tovább. Szendrei szerzi vissza, nagy. Horváth. Középen túlt, aztán megérkezik Szendrei is, jön a labda, ott a helyzet, óriási mentés. Románcsuk a kapu torkából sikerült tisztáznia. Így viszont jöhet a második kecskeméti szöglet. 42. perc. Hát a hosszú oldalra, onnan visszafejelik, ott a csúsztatás, óriási mentés, és aztán egy a másik oldalon Szécsinél is sokkal rosszabb lövés Horváttól. A lövés Lagatortól levágódik, Lagator mutatja, hogy kezet ért. Megy tovább a játék, nagy, elveszíti, Bárány, középre, ott van a gól! Itt van még egyszer ez a visszatett labda, nehéz helyzetbe hozzák Nagy Krisztián, Bárány elveszi, és gyönyörűen teszi be két ember között, Koncsának pedig már nem volt nehéz dolga, 1-0 a Debrecennek. Vargának meg esélyesen volt. Üres a jobb oldal. És ezzel el lehet menni. Középen vannak ketten, de ezt akár el is lehet lőni. Úgy is van. Kusnyír góljával 2-0 a Debrecennek. 66. percben. Itt van még egyszer a labdaszerzés. És nem zárnak ki oda. Nincs ember Kusnyíron. Gyakorlatilag begyalogolhatott a 16-oson belülre. Itt a bevetődő ember már későn jön. 2-0 ezzel.